az est, tömött forrott palom, hegyek párája reszk, a halmokon zsdalom. Aj, na 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 na. Csillagok. Á, na 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 na. Fáradt meg egy gyügyű, bajtán csak jó vagyok, s reszketek, mint a fű, és mint a csillagok. Á, na 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 na. Kiállításunknak azt a címet adtuk, hogy szecessziós utazás a könyvtárban. És komolyan is gondoltuk, nem csak itt a földszinti termekben, hanem arra kérjük majd Önöket, hogy a könyvtárat végigjárva valamennyi állomást, valamennyi kis kiállító helyet nézzék meg. A mai nap nevezetes nap. Ma van a költészet napja. Reggel a város főterén József Attila Születésnapomra című versétől zengett a főtér. Ezt követően pedig itt a könyvtárban gödöllőiek jöttek, hogy elmondják legkedvesebb versüket. Sokan választottak szecessziós verset, hiszen erről szól most ez a tematikus év, és igazából ez a kiállítás is a szecesszióhoz, ezért kapcsolódik a szecesszióhoz. De sokan mondtak József Attila verset, vagy olyat, ami a szívükhöz most a legközelebb áll. A kiállítás megnyitóját is rendhagyó módon képzeltük el. Szerettünk volna Önöknek olyan irodalmi, zenei, művészeti élményt adni, amit a mieink, gödöllőiek, gödöllői művészek adnak elő. Azért hallgatták őket a kiállítást megnyitót megelőzően. Most pedig szeretném megkérni Pece Dániel alpolgármester urat, hogy köszöntse Önöket ebből az alkalomból. Reményik Sándor, csendes csodák! Ne várd, hogy a föld meghasadjon és tűz nyelje el Szodomát. A mindennap kicsin csodái nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezed szívedre, hallgass, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodálatosabb dolog? Nézd a sötétkék végtelenbe, nézd a kis ezüst pontokat. Nem csoda-e, hogy árva lelked feléjük szárnyakat bontogat? Nézd, árnyékod, hogy fut el előled, hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez, s hogy tükröződni látod a vízben az eget. Ne várj nagy dolgokat az életbe. Kis hópelyhek az örömök. Szitáló, halk sziromcsodák. Rajtuk át Isten szól. Jövök. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszöntöm Önöket a Költészet napja alkalmában rendezett szecessziós versmaraton lezárásán és a szecessziós utazás a könyvtárban elnevezésű rendhagyó kiállítás megnyitóján. 2013 Gödöllőn a szecesszió éve, mely tematikus programsorozat részei a mai rendezvények is. A szecesszióra emlékezünk idén, mely sokkal inkább művészeti irányzat, egy világkép, mint egységes stílus. A szó jelentése, azt gondolom, Gödöllő mindenki számára ismert kivonulás. Gödöllő városunk a szecesszió bölcsőjeként vált ismerté, köszönhetően Körösfői Kriss Saladárnak, aki által összefogott mélyen hívő csoport sokkal több volt, mint zseniális művészek társasága. A hívő ember odafentről való, és nem lehet más, mint idegen vagy zarándok-e földön, mert lehetetlen a kiegyezés közötte és a világ között, hiszen a világ a gonosz hatalmában van. Ebből a világból vonultak ki Gödöllőre, a boldogság szigetére, ahogy ők nevezték, és a művésztelepen családjaikkal együtt igazi közösséget alakítottak. Nem az emberektől akartak elvonulni. Sokkal inkább az igazi boldogságot keresték. Szilárd Isten hitükre építve valódi szeretett közösséget alkottak, hisz igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik egymást. Vagyis barátok. Minden érdeken, valláson, politikán, társadalmi helyzeten és világnézeten túl. És ezt a közösséget nem csak művészetük által sugározták a városban élők felé. Sokan nem tudják, hogy amikor jött a háború, az emberek az értékeiket a körösfői műterembe vitték, mert ott biztonságban gondolták. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az a szilárd alap, melyet Körösfői Kriss Saladár a múlt század elején városunkba lerakott, mind a mai napig áll. Kulturális, művészeti vagy akár sportcsoportjaink alázatos munkájukkal igazi közösségeket alkotnak, melyek által városunk mind a mai napig a boldogság azon szigete maradt, mely a szecesszió idejében szakadt le a gonosz világ félszigetéről. A szecessziós utazása a könyvtárban elnevezésű kiállítás ebbe az időbe repít vissza bennünket, és rengeteg kis csodát rejteget. És mi itt Gödöllőn tudjuk, mi az igazi boldogság, mely a mindennapi apró csodákba rejlik. Ne várj nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök. Szitáló, halk, sziromcsodák, rajtuk át Isten szól. Jövök. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dom, 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 dom.
Kiállítás megnyitására Remsei Flórát kértem fel. Remsei Flóra, textilművész. Nagyon sok oka van, hogy miért. Ha csak azt említem, hogy ez a szép goblen, ami előtt állunk, ez Flóra munkája, már ez is elég ok lenne. De főleg azért kértem föl, mert ebben a városban, ha a Remsei név elhangzik, mindenki arra gondol, hogy a gödöllői művésztelep letéteményese, az, aki a gödöllői művészek közül, az egykori művészek leszármazottai közül még mindig Gödöllőn él és Gödöllőn alkot. De volt egy harmadik indokom is. Remsei Flóra író ember. Nagyon szép, érzékeny verseit ezek a falak között hallottuk már. Megkérem Remsei Flórát, nyissa meg ezt a kiállítást. Szép jó napot kívánok mindenkinek! Zavarba hozó szavak után kell a számat kinyitnom, de ha a pici hópelyhekre és az apró örömökre gondolok, hogy a beszéd fonalát itt fölvegyem, úgy gondolom, hogy ma kívánságom jobban nem is teljesülhetett volna, amikor szép napot kívántam önöknek, mert ma végre kék eget láttunk, bodorfehér felhőkkel, ez a nap már csak jó lehet. Ugye ismerik azt az idézetet, amivel gondolataimat megkezdem. Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Shakespeare, ugye tudjuk. Mit jelent ez a megfogalmazás? Azt jelenti, hogy mindnyájan, mindig, minden pillanatban színpadon vagyunk. Önök itt. Most egy szerepet játszanak, önök a hallgatóság, a közönség. Fülöp Attiláni, a kedves Mirza, ő most kettős szerepet játszik, ő az igazgatónő, de ő a mi házi asszonyunk. Én magam most megpróbálok eleget tenni annak, hogy megnyissam ezt a kiállítást. De miről szól még ez az idézet? Arról is szól, hogy mindnyájunk élete, művészet, ha úgy tetszik, drámai mű. És mi vagyunk azok, akik alakítjuk, formáljuk, mint egy anyagot, mint egy agyagot, ha úgy tetszik. Vagy másik hasonlattal, mi festjük életünk óriási freskóját. Ugyanúgy arány,
ritmus, szerkezet, vagy ezeknek hiánya, rend vagy rendetlenség, homályosság vagy fény, ragyogás, csetlések, botlások, vagy a repülés. Ez mind a kezünkben van. Jaj, bele lehet remegni ebbe a felelősségbe. De ugyanakkor megszólal bennem egy másik hang, amelyik azt mondja, hát igen, mi formáljuk az életünket. Simone de Beauvoirnak két könyv címe jut eszembe, csak úgy hirtelen. Az egyik a kor hatalma, a másik a körülmények hatalma. Hát ez kegyetlen dolog, kérem, mindnyájunknak. Ott van az élete, körül, belül, kívül, belül. És mégis azt mondom, hogy van az önálló döntésnek lehetősége, és bámulatos lehetőség, amit életnek nevezünk. Elérkeztünk oda, hogy kaptunk egy meghívót. Ugye ezt remélem, hogy mindenkinek van ilyen meghívója, mert ez egy gyönyörű meghívó. Ez a meghívó tudnillik tud valamit, nem elég szecessziós motívumokat rajzolni. Ebben egy lelkület is van, és megszólal a szecesszió lelke, finomsága, és ahogy kinyitom, ez a színvilág is, már a plakát is elvarázsolt az utcán, vissza kellett nézzek, mikor még nem tudtam, hogy mit nézek. Csak valami azt kívánta, hogy forduljak vissza. És kinyitom, belül hófehér ez a kis krém, lilás drabban, ez színben is Kecské Zoltán munkája, ezt el kell mondani, a plakát is. Végre egy olyan kiadvány, ami igazán szívemből szóló, és főleg az alkalomhoz nagyon illik. Mikor megkaptam, úgy nézegettem, hogy olyan furcsán csálé, ugye, hogy kicsit olyan kiebál itt a vége, és akkor így forgatom, és rájöttem, hogy persze, mert meg kell hajtani a másik oldalán is, és akkor egy ilyen kis bütűje lesz. És akkor a titok megjelent, mert kérem, itt sok titok van, és ez az igényesség, ahogy készült ez a meghívó a plakáttal, stb. Egyetemben, ez kérem az egész kiállításra jellemző. Még mi nem tudjuk, hogy mi kerül ebbe a valamibe, de azt már tudjuk, hogy valami majd ide belekerül, mert azt fogja tartani. Beszélgettünk a megnyitó előtt az igazgatóasszonnyal, Mirzával, hogy nem árulom el a titkokat, mert végig titkok vannak, és ezt éljék át, akik keresztül mennek, nem mesélem el, hogy mik fognak történni. Viszont miután én is készültem egy verssel, ez pedig Szabó Lőrincnek Roppant világ, ez a címe, a Tücsök zene ciklusból. Roppant világ, gyászé, gyönyöröké, mágnesek vonzottak mindenfelé, rám fortak, szívtak, nehéz delejek, öntözték, járták minden ízemet, szétszedtek, összeraktak szüntelen, fuldokoltam egy gazdag semmiben, s mint akit rettentő fény altatott, boldogan tűrtem, kiszolgáltatott érzékeim káprázó ünnepét. Mi volt az a fény? Nyár, könyv, lány, vidék? Minden együtt, mert hogy csak ez vagy az, ha magam mondom, akkor sem igaz, mint a tenger vize a szivacsot, folyton az örök mindenség mosott, öblített forró áramaiban, hogy rokona legyek, határtalan. Valóság, álom, ha egész, ha rész, egy szerelmem volt a megismerés. Úgy gondolom, a könyvtár otthona a megismerésnek, és ha úgy gondolják,
hogy út sikerült kedvet csinálnom egy utazáshoz, akkor képzeljenek maguk elé egy szép vasúti kocsit, valami szecessziós, faberakásos, szép, kényelmes, amit elnézegethetünk, belül gyönyörködhetünk, és abban az időben még a hintók nem voltak olyan régmúltban látható dolgok, és ezeken a kocsikon még rajta volt a nyoma. Tehát, ha sikerült kedvet csinálnom ehhez az utazáshoz, két dolgot biztosan ígérhetek. Hogy nagyon csinos, nagyon kedves kalauznők segítik önöket ezen az úton, és nagyon fes, nagyon előzékeny kalauz urak itt a könyvtáron belül. Ami a másik, amit ígérhetek, hogyha végigjárták az összes állomást, Szabó Lőrinc féle megismerésből biztosan mi is részesülünk, és gazdagabban távozunk. Egy kérdés maradt hátra. Fölszálltak, indulhatunk? Ha indulhatunk, akkor egy kis meglepetés. Köszönöm, hogy meghallgattok.
ugyanás, nézd a köztes, picit tovább távult, kivenné ezt észre, pedig nyújtője volt, hogy eljövendő észre. Mikor végleg bezárnál,